Megtámadtak egy rabszállító kisbuszt Franciaországban kedden. Legkevesebb 2 fegyőr meghalt, 3 másik súlyosan megsebesült, amikor a fegyveres támadók a járműre rontottak. A betörés miatt elítélt rab, aki visszaeső bűnöző, megszökött. A francia igazságügyi miniszter elmondta, hogy a foglyot, Mohamed Amrát egy ruani bírósági tárgyalás után vitték az évrói börtönbe, amikor a normandiai autópályán a szállítójárműre támadtak a fegyveresek. Az egyik halálos áldozat nős volt, 2 gyermekapja, a másik lelőtt fegyőr felesége 5 hónapos terhes. A 3 súlyos sebesültet kórházban ápolják. A támadást katonai fegyverekkel követték el, 2 járművet használtak. Az egyik gépkocsit kiégve találták meg, a támadók elmenekültek. A támadás módja is a rab előélete a szervezett bűnözésre utal, ezért a nyomozás is ebben a kategóriában zajlik.